fosan, átkozott a görcsös fügykö somnyele, melyel engem oly pogányul csépele. Miért is tarthat kertecs benne körtefát, és az Isten rá gyümölcsöt minek áll? Csábítólag kandikált a körterem, csábja itt ki már sehogy se állhatán. Átugortam a palánkot, áltesém, hogy megingult bele májam és hasém, s nem elég a szomszéd bácsi rajta kap, s akkor jött még a való. Hogy minden csontom ropogott, nesze, mondtam, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lakszínán, húsan nézte szomszéd bácsi, mit csinál, fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem könnyedet. Csönt vissza majd, tudjuk hányat vert az óra, tudjuk ám, ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakomhoz estén két négy sok folyog, vettem észre, hány órán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, s az övében a gerendát feledi. A deákné vászonánál ő se jobb, a lopásért szinte lop, lopni jár, ő csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez.